Vérnyomás. Amikor valakinek 90 vagy 100 alatt van a szisztoléja, tehát a felső értéke, az valóban alacsony vérnyomás. Arra viszont sokan a fekete kávét isszák. Fel is emeli a vérnyomást 2 óra hosszáig. Akkor megint kell inni egy kávét. Aztán megint egy kávé, egy nap 4-5 kávé. Rengeteg benne a csersa, tönkreteszi a gyomrát. 2 év alatt. Utána panaszkodni fog a gyomrára. Holott van olyan növény, úgy hívják, hogy fekete tea, vagy zöld tea, amelyikben van egy koffein származék, amit úgy hívnak, hogy tein. A tein reggel 6 órakor megiszik egy csésze teát, emeli a vérnyomását 12 óráig. Akkor meg kell inni a második teát, vagy a feketét, vagy a zöld teát, este 6-ig emelkedett, normális lesz a vérnyomása. És nem megy tönkre a gyomra. Na tehát ennyit az első, a második a cukorbetegség, amiről beszélni akarok. Az borzasztó, kérem szépen, hogy a világon talán nincs még egy olyan ország, ahol ennyi cukorbeteg van lakosság arányában. A lakosság majdnem a 10%-a, amiről tudnak. És első számú ok a túlsúly. Járok külföldre is, Erdélybe voltam, Brassóba, egy orvos kongresszuson előadást tartani a Poyánán. Ez 1200 méter magasan van, orvos kongresszuson. Előtte volt időnk, sétáltunk a városba, mielőtt fölmentünk volna, autóval voltunk. Sétáló utca. Körülbelül volt ennyi ember, amivel találkoztunk egy olyan jó fél óra alatt. 3 ember tudtam megszámolni, aki túlsúlyos volt. 3-at. Nekem is van még mindig 2 kilom. Én is benne vagyok abban, hogy nálunk nagyon sok a túlsúlyos ember. Itt van a hasamon háj. Nem látszik, de van, meg tudom fogni. Le fogom adni.